Erőt, egészséget, kedves bajtársak, itt a Gabel Gimcse, Raptor Ölmester pedig szolgálatra jelentkezem, és folytatjuk a Call of Wild-ot. Időközben rájöttem, hogy amúgy van kutyám is, úgyhogy behívtam őt is ide a kis csatatérre, hogy együtt vadászgassunk, meg segítsen nekem, lehet, hogy ő többet tud a vadászatról, mint én. Ugye van egy küldetésünk, hogy el kell menjünk oda 1 kilométerre valami kempet felfedezni, úgyhogy most ennek neki látunk, elindulunk. Hogy írtatok egy csomó tippet, trükköt, úgyhogy megpróbálom majd. Úgyhogy megpróbálom majd ezeket figyelemmel kísérni. Hogy ne nagyon futkossak, mint a bolond. Nem tudom, hogy a kutya is, hogy mennyire jó, vagy éppen rossz. Ugye mondtátok, hogy a fegyverekre is figyeljek, hogy mikor, mivel lövök. Megpróbálom ezt is észbe tartani, hogy ne lőjek verébre ágyúval, illetve a medvét se lövöldözzem csúzlival. A Way of Hunter az nekem egy picit... jobban fekszik. Mint ez, ebbe valahogy egy kicsit olyan bizonytalanabb vagyok, meg olyan elveszettebb. Nem tudom, erre kéne sotival lőni, ez pulyka, nem? Nem tudom, mondja a kutya se, hogy mire való. Ó, de jól letapostuk a füvet. És ugye míg a Way of the Hunter figyelni kell a populációra, itt mondhatni, hogy ész nélkül lehet őket írtani. Á, ott van valami őzike a túloldalon. Hát most én megyek a küldi felé egyenlőre. Aztán majd meglátjuk, hogy mi meg hogy lesz. Keres buksi! Hallod? Pedig azt eltaláltam szerintem. Valahol itt futott. Lenni kell valahol vérnek. Aha, itt van is. Very low. Ha nem már. Kutyát nem tudom rá küldeni. Hát de itt futott el. Bakker. Hát ebben a nyomkövetés, tehát ez katasztrófa. Átúszott, vagy mi van?
Hát, nem vagyok egy ügyes vadász, az már egyszer biztos. És most merre ment? Hát, ennek még mindig veri lobos a vérzése. Nem tudom, hogy hol találtam el a fülét. És a kutya az amúgy mire való? Keresd már, vagy valamit csinálj. Nem tudok neki parancsokat adni? Aha. Trekkeljed, öcsém. Ne szólj be. Aha. Így már jobb. Keresd be, az meg keresd. Nekem kelljen. Hát azt szerintem elfutott a francba. Egy most jobban látszik a lábnyom, meg minden. Jobban látszott, ott van. Mi van, Buksi? Lassú vagy. Mi van? Hát itt van a lábnyom, gyere erre. És nagyon furán megy ez a kutya. Na, hol a kecske, amit meglőttem? Hm? Elveszetted a nyomát, vagy mi van? Legalább a kitűzött célunk felé megyünk. Még mindig very low. Ez sose fog elvérezni. Én nem tudom, hol találhattam el. Lövésem nincs. Itt még mindig futott, az biztos. És még mindig vérzik.
kilométereken át követjük a izét. Az állatot. Amarra kéne menjünk közbe. Ugye 300 méterre van a tábor, amit meg kell keresünk. És ez a kecske még mindig fut vágat? Na valamelyre arra kéne menjünk. Na és most bundás merre? Vérzik még? Vérzik. Ne? Ilyen flikflakot dobott itt ez a jószág. Na most hova megyünk? Ha? Átment a kőn a kecske. Ne idegesítsél már föl. Ez nem halt meg. Ha nem vagyok egy profi vadász, tényleg. Ah, itt meg már megint izért futott. Hát akkor menjünk a táborba, hagyjuk ezt az őzet, vagy jó szarvas, vagy kecske, vagy ki hogy hívja. Menjünk a táborhoz. Te nyomod de. Hát nem érdekel. You're getting close. Hope mentioned seeing some tracks in the mud. See if you can find them. Jó, ez tök jól néz ki. Nem mondd már nekem, hogy megint elszaladt. Hát szügyön lőttem. Hát milyen puska ez? Öcsém. Ezt föl tudnám építeni, vagy mi ez itt? Lehet.
ezt már néztük. You found them? Great. Snap some pictures for the record and see if they lead anywhere. Nem tudok átmenni. Na nézzük, milyen vérzése volt neki. Elég durva azért, hogy oda lövök neki, azt így megy tovább. Köszönjön lövöm. Itt állt valahol, azt láttam. Nincs férnyom. Hello? Mit találtál? Kecske szart. Vérnyomot keressé, barátom, vérnyomot. Hát az meg. És ez komoly? Vérnyom sincs. Nem tudom, nekem ez a játék, gyerekek, ez nehezebb, mint a másik. Mint a Way of Hunter. Tehát itt állt kint. Tisztán itt állt kint. Ez nyúlszar. És nincs férnyom, vágod? Nem tudtok mondani a kutyának olyat, hogy vért keressen. A kutya picit begombázott. Most ilyen lassított felvételbe tolja. Mi van veled, Guksi? Így keres vért? Én láttam már kutyát, de az nem így csinálta. Hát rálőttem, rajta volt a célkereszt a kecski. És nem találtam el. Itt van! Keresed csak meg ezt a dögöt. Very love. Ez meg. Ezt nem hiszem el, hogy very love-ra lövök állandóan mindent. Most a fegyver? Na várjunk. Inventory? Vagy hogy volt itt a izé? A menü. Ez milyen fegyver amúgy? Van nálam egy shoti, egy pisztoly. Amúgy. 2-től 6-ig. Ez is 2-től 6-ig, ez 2-től 5-ig. Nem tudom. Jó, van már bundás, jövök, nyugodjál. És ez egy 4-es állat is. Nem értem. Mi van? Hallgass már ne.
Veri lova vérzése, de hogy? Oké, itt elkezdtünk felfedezni dolgokat, de... Hogy hogy kell megölni egy jószágot ebbe? Azt nem tudom. Hallgass-e! Gyere ide! Hagyj ide a francba! Itt vagy. Jé, már ide! Ez volt a play? Az komoly. Ő is izé lépi a szinteket. Én viszont nem nagyon, mert még eddig egy állatot sem tudtam megölni. Nem tudom, hogy így ebbe hogy lesz pénzszerzés. Nyuszi. Na, nyuszi nem érdekel. Valami nagyobb vadra kéne menni. Remélem fogadni, ez is ilyen magas lesz, szerű lesz. Nem, ez valami kő. Kőcsomó. Gáltam oda. Ugye a fejbe lövöm inkább esküszöm. Mondjuk ezek nem futnak olyan messzire amúgy. Könnyű szit nem nagyon érdekli, hogy itt vagyunk. Így fúj mögülem a szél, így meg szemből. Vagy fordítva.
Trófea, de hogy kell nekem trófea? Háromszáz valamit kapunk egy nyúlér. Az elég sok. Itt mentek zsinórba, hogy egy lövése kellett volna, hogy tizet leteríteni. Pedig még értelmes, normális lövésem nem volt a játékban. Lőttünk két nyulat, az komoly. De rálőttem a szarvasra is. Semmi. Hopp. Aha. De az a baj, ezt is, ha meglövöm, tudja, hogy el fog szaladni. Nem tudom, honnan fúj a szél. Hány méterre vannak azok? Itt is van valahogy távcső. Kétszázra. És most hova lett? De most hova lett? Aha, kifeküdtek oda. Százkilencvenkettő-kétszázötvenkilenc méter között, és pihen. Szerintem az se halt meg.
Valahogy lenni kell vérnek. Very low. Ha hol lőjem el? Lőjek bele 15-ször, vagy hogy mit csinálja? Very lob. Istenem. Amúgy 2-től 4-ig tudok vadászni ezzel a fegyverrel, és mégis a 4-es szintű állatot meglövöm, és csak very low vérzést kap. Most én lövök amúgy rossz helyre? Vagy ez a lőszer ennyire rossz? Ne ugass rá, már jövök. Jó, jó. Szavard el őket nyugodtan. Az, hogy tényleg nem tudom, hogy mire kell figyelni a játékban. Nagyon sok az információ, ami ugye egyszerre rácsúdít a játék. Tehát nincs egy ilyen normális tutoriál, ami végig visz. És én úgy érzem, hogy nincs. Ugye elmagyarázna a lőszerek közti különbséget. Te meg itt ugatsz, azt elijeszed a kecskéket? Itt megint egy bolond szarvas után, ami very lovos a vérzése. Nem tudom, amikor a fülét találom el, vagy nem értem. Amúgy legalább rácéloztál a tüdejére, bum, lőttél egyet, és a tüdő is volt. Itt rácélzok basszus a mellkasára, az a veri lovos vérzéska. Nem értem, hogy. Aztán meg egy hónapon keresztül üldözzük a vérnyomot, mert egyszerűen nem tudom, közelebb kell menni, mert gyenge a puska 200 méterre. Még kérdés mindig. Jó van, jövök már, na. Hiába basszus, hogyha a puta szarvas, akkor utolsó fogjuk érni. Nem tudom, ha látok valamit, rálövök inkább arra. Hát most ennek nincs így értelme. Megpróbálok 100 méterre közelebb menni, vagy nem tudom. Újkák. Még mindig futott. Még futott. Pulyka. Hát a pulyka nem érdekel, hello. Eljöttünk erre.
És megyünk vissza. Hát ez szivatsz engem. Jó van, hagyjuk. Azt mondja, hogy itt már sétált, az valami. Ami megint nem fog megdögleni egy lövéstől. Ez mi? Medve. Ne szívassál, mert az kéne még nekem medve van meg. Be careful when hunting black bear. Not only are they unpredictable, but they also make very little sound and leave few tracks. You can sneak up on one without realizing it. Fortunately, they'll probably notice you before you them and will keep their distance. Nem futott, de amúgy ez meg hetes amúgy is a medve, tehát. Hatos puskával hiába lövünk rá. Visszamegyünk a partra, srácok, hát, hogyha ott van valami, de... Nem nagyon hiszem. Tudnék valaha is valamit lőni. Ezek a vadászós játékok annyira nem a barátaim. A Way of the Hunter-be is szivat az a félszarvú. Szarvas, itt szivat az összes állat, mert a fegyverrel hiába lövöm meg, nem történik semmi. Amúgy legalább meglövöm a fegyverrel, azt elvérzik szép lassan, hogyha tüdőn lövöd. Itt hiába célzok tüdőre, nem történik semmi. Kap egy very lobb érzés, mint hogyha nem is tudom, megkarcolta volna, és aztán elfut. Azt hiába üldözöm egy hónapon keresztül, megyek a vérnyom után, basszus, tehát semmi. Színe puskával van baj. Vagy velem. Mondjuk én először most a puskára fogom. Vagy a lőszerre, ami benne van. Lehet, hogy nem ezzel kéne vadászni. Tehát akkor is, hogyha egy... Ez a fegyver elvileg... 4-től 6-ig jó, vagy hogy. Tehát akkor... A szarvasnak meg kéne halnia.
Azt mellkason gyújtom. Talán. És én úgy gondolom, de eddig még egyetlen egyszer nem sikerült. Jó, ugye a kutya is lépi a szintet, tehát ez oké. Okay. Ez tetszik. Very old. Ez komoly. Jó, régi kecske szar. Mondjuk az egy kicsit nagyobb kecske, ugye a 8-essal kéne lövöldözni. Nem tudom, hogy géppuskát kellett volna ide hozni, azt akkor dan 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 dan. Ez egy lövetű vadászpuska, ez eddig nem valami hatásos. Mi eztán házikó? Hál az Istennek. Ha megnézem akkor, hogy ez van-e másik lőszer ez a fegyverhez. Ez már biztos. Az XP-ket azokat kapom sorba. Pénzünk az semmi szinte. Ez van most. Aha. Tehát itt fegyverpontot kell... Ó, bakker. Ah, ez meg ilyen éjszakai. Ja. Hát akkor nem most lesz, úgy látom. Úgy valamit ki kell oldani. Ez például baromi drága, de ezzel lehet menni medvére. Meg bölényre. Hát nagyobb a penetration. Nagyobb az átütése annak a fegyónak. Jó, hát ezeket itt át kell nézzem. Kacsa! De az a baj, tehát én nem tudok állatot ölni, és így nem lesz pénzem. Mert hiába lövök a fegyverem, az nem jó, de... Sima szarvas kéne, basszus, de...
Várjunk, mondjuk a kutyának, hogy keressen vért. Fogsz találni? Na itt van. Feri lob. Két centiről is feri lob. Azt a mindenit. Tényleg hol kell eltalálni amúgy? Very low. Hát ez... Ugyanaz. Hagyjad is buksi a francba. Na. Hát ez mi volt? Hallgass-e! Hallgass-e! Nem tudok ide gyors utazni. Így tudunk gyors utazni. Hát srácok, ez a vadászos játékos is egy ilyen mentor kell konkrétan. Aki megmutatja, hogy ezt hogyan is kell elképzelni. Meg mit is kellene csinálni. Mire kell figyelni, hogyan kell menni. A nyulat legalább már tudok lőni. Azzal nincs gond. De mást? Nem tudom, hogy ezeket a kilátókat is érdemes megépíteni, vagy sem. Közben már megint elmegy a hangom. Hoppa. Elkötöttük a kis pénzünket, ami volt. És akkor most? Várunk? És majd jön itt valami, vagy nem? Hát most építettünk egy kilátót, aztán ennyi. Levetjük a csalogatókat. Befújjuk magunkat kematoxa. Hát... Ez nem jött be. Ha nem leszek egy nagy profi vadász, az már biztos. Úgyhogy srácok, köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy megint velem tartottak ebbe az izgalmas vadászat túrába. Hát inkább még most is csak felfedeztük itt ezeket a területeket. Egy jó pár rész, mert ugye voltunk ezen a
Kempen. Lehet, hogy majd csinálni kéne a missionöket. Ott elfelejtettem ugye megcsinálni a fotót. Ezek kész vannak, úgyhogy majd megyünk tovább. Aztán meglátjuk, hogy mi meg hogy. Én is addig megpróbálok utána nézni, hogy hogyan lehet még egy kicsit jobb, meg profibb, hogy élvezetesebb legyen a videó. Mert így szerintem is elég uncsi. Úgyhogy köszi szépen a figyelmet, és akkor várlak vissza benetek legközelebb is. Addig is jó életek, Ali, sziasztok!